Mostantól a Munkácsi Szent Márton Kórház hivatalosan is szerepel azon egészségügyi intézmények listáján, amelyek szervátültetést végezhetnek. Erről az Egészségügyi Minisztérium tájékoztatott a weboldalán. Az ország transzplantációs rendszere aktív fejlődésének fő jele, hogy bővült azon egészségügyi intézmények listája, amelyek a háború ellenére is végezhetnek szervátültetést, áll a közleményben. Ukrajnában 2022-ben 22%-kal több transzplantációt végeztek az orvosok, mint előző évben. 2023 elejétől május végéig pedig a 2022-ben végrehajtott összes transzplantáció számának több mint 53%-át már elvégezték. A szaktárca legutóbb elfogadott rendelete azt is kimondja, hogy 2024. január 1-től az orvosi garanciák program keretében az Ukrán Nemzeti Egészségügyi Szolgálat fizeti majd a transzplantációs műtéteket.